A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma egy szívet melengető programról fogunk beszámolni. Ezen augusztus 10-én szombaton Alsó-Szent Iván ad otthont az Egy Húron címmel megrendezendő hagyományteremtő szándékkal felekezett és műfajfüggetlen keresztény zenei találkozónak. És hát azt gondolom, hogy ez egy csoda lesz. Vendégem pedig Szarvas József főorvos, a fesztivál, illetve az egésznek a fővédnöke, a kitalálója. Ezúttal nem a traumatológiáról fogunk beszélgetni, hanem a szülőfaludban megrendezendő fantasztikus zenei élményt nyújtó, és általában közösségi élményt nyújtó jótékonysági rendezvényről. Kezdjük talán, ugye ez egy ökumenikus történet, erről is fogunk beszélni, de azért érdeklődéssel olvastam, hogy Alsó-Szent Iván a szülőfalud. Igen, én ott születtem, cseperedtem, jártam iskolába, négy osztályt, meg hát a szüleim ott éltek, néhány éve haltak ők meg, és hát a szülői házat azóta eladtam, de a gyökerek azért oda kötnek. És nagyon fontos a katolikus templom, hiszen ez egy nagyon komoly kegyhely. Ahogy olvasom, áprilistól októberig minden hónap 13-án népes zarándoklatok zajlanak. Fatimai szűzanyának egy zarándok helye, és ott valóban minden hónap 13-án egy zarándoklat zajlik. Ehhez kialakítottak ott egy nagyon szép szabadtéri miséző helyet, magát a templomot is felújították, és itt kell megemlítenem Spányi Antal püspök urat, aki egyébként a rendezvénynek a védnöke, tehát az nem én vagyok, én a kitalálója, meg a szervezője vagyok, de a védnök az a püspök úr. Tehát az ő vezényletével néhány éve ez a templom felújításra került. Ott egy nagyon impozáns, egy ilyen szabadtéri miséző helyet alakítottak ki. Kb. 700 ülőhely van, és egy ilyen félig nyitott miséző, vagy oltártér, árnyas fák alatt, nagyon szép környezetben. És hát innen jött az ötlet, hogy valami másra is használjuk ezt a nagyon alkalmas területet, mint a havi egy zarándok mise, de hogy a hely szelleméhez azért méltó legyen, meg alkalmazkodjon, maradt ez a keresztény, illetve hát vallásos hangvétel, és egy ökumenikus jellegű zenei találkozót szervezünk ott. Igen, időközben megmutatom kedves nézőink a plakátot is. Aztán fogunk beszélgetni részletesen a programokról, Facebookon természetesen a püspök atya szerepvállalásáról is. 10 zenekar, illetve fellépő fog ott megszólalni. Körülbelül fél órás műsoridő jut egy-egy szereplőre. Ismert fehérvári zenészek is lesznek, és hát valóban különböző felekezetből katolikus, református, baptista, pünkösdista résztvevőkkel. Nagyon fontos, hogy ökumenikus, és nagyon fontos az a szerepvállalás is, amit már megszokhattunk. Ugye ezt hónapról hónapra beszámolunk a Viktória Rehabilitációs Központ Alapítvány által szervezett kulturális estekről, a Viktória pódiumról. Én azt gondolom, hogy az is egy rendkívül fontos, és lám-lám most kiderül, hogy ha csak a fellépők névsorát nézem,
hogy nyitott mindenki arra, hogy segítséget adjon, segítséget nyújtson. Nyilván a Victoria Pódium az a Victoria Rehabilitációs Központ lakóinak jobbító szándékú segítése, viszont itt ez a felekezet és műfajfüggetlen keresztény zenei találkozó egy megmutatja, hogy igenis van ilyen értelemben remény, hiszen ha csak a fellépők sorát nézzük, a Hungarikum együttestől a Bánszki bendig, de majd nyilván szó esik közben is, hogy ki mindenki mutatja meg magát, ez egy nagyon fontos lépcső. Honnét jött a gondolat? Elsődlegesen onnan, hogy ott van ez a nagyon alkalmas tér, mire lehetne felhasználni, és hát valóban kicsit a Victoria Pódiumra visszautalva, az is egy ismerkedős, kapcsolatteremtős alkalom, lehetőség. Sok mindenkit megismerünk, esetleg olyanokat, akikről az a közönség, aki ott megfordul, nem biztos, hogy tudomást szerezne. És itt is azt gondolom, hogy olyan sokszínű a fellépők sora, hogy talán még egymást sem ismerik. És nagyon fontos azt gondolom, hogy ismerjük meg egymást, hogy ki mit hoz, ki milyen lelkülettel jön oda. Ingyenes lesz a rendezvény, tehát nincs belépőjegy, és fellépő díjat se kapnak az együttesek. Egyelőre nincs költségvetése a rendezvénynek, tehát mindenki ingyen saját vállalás alapján fogott szerepelni. Nagyon-nagyon fontos a fellépők sora. Tehát a Hungarikum együttessel kezdjük. Én azt gondolom, hogy a Szent István Művelődési Házban már számtalanszor bebizonyították ők a párosban, hogy micsoda csodákra képesek, elvarázsolnak bennünket egyértelmű. Miként sikerült megszólítani, megnyerni őket? Vagy gondoljuk úgy, hogy amikor megkapták a felhívást, mindenki jelentkezett? Nem. Volt egy meghívó levél, egy felhívás, amit hát több lehetséges zenekarnak szétküldtem, illetve a különböző felekezeteknek a vezetői felé, és sokan reagáltak rá, és ajánlottak valakit, de a többség az inkább saját személyes ismeretség, kapcsolat alapján, megkeresések alapján alakult így, és hát azt kell mondjam, mint ahogy valóban a Victoria Pódiumnál is, hogy szinte senki nem hárította el a felkérést, hanem nagyon szívesen és örömmel jönnek, és hát szolgálnak, ha azt lehet mondani. Ugye itt lesznek majd a Perszolom együttes mellett Mics Péter és Györök Márk. Azt megszoktattuk Mics Pétertől, amikor elindította ezt a duót, hogy ez jószerivel egy misszió, és ráadásul olyan hangulatú zenét játszanak, ami azt hiszem, hogy meggyőzhet mindenkit arról, hogy ott a helyük. Talán nem mindenki tudja, hogy Györök Márk az egy vak fiatalember, ám de kiválóan gitározik, és nagyon jól énekelnek együtt, és hát az egész műsoruk valóban egyrészt megindító, azt lehet mondani, és hát nagyon fontos, mondjuk így, hogy érzékenyítő szerepe van ennek a szerepvállalásuknak, és hát ugyanakkor pedig egy minőségi zenét fogunk tőlük hallani. Mint ahogy ismerjük az Öreghegyi Egyházközség zenekarát, és én azt gondolom, hogy ha nem elsősorban tipikus katolikus zene, viszont ők is olyan sokszínűséget mutatnak be, olyan az egyház zenén túl, ami azt gondolom, hogy egy fantasztikus élmény lesz majd. Igen, hát ők ugye nagyon sok helyen sokszor játszanak, nem csak az öreghegyi szentmiséken, hanem például esküvőkön. Az én gyerekeim, valamelyik gyerekem esküvőjén is például ők zenéltek. És hát
Én azt gondolom, hogy aki ízig-vérig zenész, annak nagyjából mindegy, hogy hol veszi elő a hangszerét. Mindig valami szép és gyümölcsöző dolog sül ki belőle, és hát ez meg egy felvállalt feladatuk, missziójuk a keresztény. Így van. Zene. Hát az Azapíd zenekar, én egyébként kevéssé ismerem őket, őket is szívesen látjuk, ugye délelőtt, illetve pontosan délben. Az Azapítről azt kell mondani, vagy tudni, hogy talán a legnagyobb sztár zenekar a fellépők között, egy nagyobb létszámú együttes, és a vezetőjük a fehérvári származású Ferenc Péter, aki a Pit Project nevű zenekart is vezeti, és ez az a Pit, ez kimondottan egy ilyen Isten dicsőítő zenét játszó formáció, és többször szerepeltek már például a Dal című versenyen ilyen jellegű szerzeményeikkel, és nagyon-nagyon minőségi változatos zenét játszanak. Számomra nagyon nagy megerősítést jelent, mert hogy számtalan kiállításról tudósítottunk, Szűcsnél Novák Mária Tűzzománc művészete, azt hiszem, hogy egészen egyedi, egészen kivételes azt, amit ebben a műfajban, ebben a szakágban, a szobrászat szakágában, képzőművészet szakágában ő alkot. Ő ugye a tojás itt ebben a sorban, mert hogy nem zene, hanem képzőművészet. A templom fölött van egy domb, ahol áll egy nagyon szép kis kápolna, igazából funkció nélkül, és azt gondoltam, hogy megnyitjuk ezt a kápolnát, egy kicsit most felújításra kerül, és alkalmasra tesszük arra, hogy ott egy ilyen nívós kiállítás megrendezésre kerülhessen. Egy kis mozgásra is sarkalja a résztvevőt, hiszen oda föl kell menni. Ez egy 100 méteres emelkedőn való feljutást jelent, nagyon szép kilátás van onnan a kápolna elől a vidékre. És hát titkolt tervem az, hogy ha már egyszer ezt így rendbe tesszük, alkalmassá tesszük, akkor esetleg más alkalmakkor más művészeket odahívva is fogunk ott valamiféle ilyen képzőművészeti zenei csemegéket szolgálni. Remek gondolat. Mint ahogy megerősíti az ökumenét az is, hogy a református gyülekezet zenekara ígére hangolva címmel ott lesz velünk, nekünk. Igen, és egyébként Marika Tűzománc művész is a református gyülekezetnek az aktív tagja. Igen, hát ők a fehérvári református gyülekezet zenekara, és hát nagyon sok szeretettel várjuk őket, látjuk. Mint ahogy Takács Lacit is. Takács Laci szintén egy rendkívül népszerű tangó harmonikás itt Székesfehérváron, számtalanszor bemutatkozott már nekünk. Én azt hiszem, hogy minden dicséretet megérdemel, mert egy egészen más szint hoz erre a napra. Igen, hát róla talán nem titok elárulni, hogy 80 év fölött van, kiváló fizikai és szellemi kvalitásokkal, és hát mester ilyen tangóharmonikázik, és hát most fog gyűjteni egy ilyen vallásos jellegű repertoárt majd. Igen, és fél óránként zajlanak, és nézem, hogy egy fantasztikus felfutás van ebben az értelemben, hiszen utána jön a háromban az egy, vagy három az egyben együttes, ami megint egy különleges színfoltja a történetnek, majd a baptista gyülekezet zenei szolgálata is bemutatkozhat. Igen, hát talán a Jenő név sokaknak mond valamit, hiszen az elmúlt évtizedek templomi gitáros zenéjének a nagy részét ő szerezte. És az ő fia, Sie Gábor, és az együttese ez a három az egyben, azt gondolom, hogy ez itt a Szent Háromságra utaló
névválasztás, de nem hárman fognak jönni, hanem többen. És hát nagyon-nagyon minőségi zenét játszanak. Igen, és a Banszky Band zárja tulajdonképpen, bár ugye hozzátesszük, hogy a Szent Misét, a zenei szolgálatot is ők látják el. Igen. A Banszky Band egy soproni zenekar, ilyen jellegű rendezvényeken rendszeresen részt vesznek, és hát szintén ismeretség révén sikerült őket megtalálni, és hát onnan messziről eljönnek ide, és szolgálnak, és a záró Szentmisén is ők fognak zenélni. Igen, hát a Szentmisét pedig Spányantal megyespüspök celebrálja. Egyébként hadd kérdezzem meg, excellenciás úr mit mondott, amikor az ötlettel megkereste ezzel a gondolattal, hiszen ugye beszéltünk róla, hogy ez a hely Alsó-Szent Iván önmagában is egy olyan zarándokhely, ami rendkívül fontos a katolikus egyház számára, és nyilván maga ez a rendezvény is megerősíti, hogy a hittel élők függetlenül, hogy katolikus keresztény, hogy katolikus vagy református, vagy éppenséggel baptista, ez egyre megy. Az ötlettel múlt év október 13-án az évadnak a záró ottani miséjén kerestem meg, és kérdeztem meg, hogy mit szólna egy ilyenhez. És első szóra azt mondta, hogy persze, próbálja meg. Aztán, amikor már körvonalazódott, hogy ez valóban talán létrejöhet, és fölkértem a védnökségre, azt is szívesen vállalta, de lehet, hogy akkor még úgy gondolta, hogy ő ezen azért nem venne részt, de ahogy kikerekedett a program, meg azt gondolom, hogy meglátta benne a lehetőséget, azt, hogy ott sok embert meg lehet szólítani, és hogy ez tulajdonképpen az ő felségterülete, ha szabad így mondani, mint egy eszközségi terület, és mint általa lehet mondani, hogy egy preferált hely, azt mondta, hogy akkor ő megtartaná ezt a Szentmisét. Ugye ebből a történetből kiderül, hogy a szíve lelke ennek a találkozónak Szarvas József főorvos, ugyanakkor kellettek segítők is, a házigazdák, tehát ne menjünk el említés nélkülük. Tehát a Római Katolikus Egyházközség nyilván nyitott volt és segíti, ahogy Alsó-Szent Iván önkormányzata, illetve az Alsó-Szent Iván községért egyesület is. Igen, amikor körvonalazódott, hogy mit szeretnék, akkor összehívtam ezeket a testületeket, illetve hát a képviselőit, és mindenki megemelte a szemöldökét, mondván, hogy azért ez nem kis feladat, de nagy lelkesedéssel álltak mellé, és hát úgy gondolom, hogy mindenki nagyon várja ezt a lehetőséget. Talán még a helyi gazdák is beszállnak aktuális termékekkel, ami éppen akkor ott terem, mondjuk gyümölcs. Az egyik gazda, akinek ott a közelben van egy komoly pincéje, megnyitja a pincét, és beengedi az érdeklődőket, talán még egy pohár borral meg is kínálja őket. Úgyhogy ez egy esemény lesz. Igen, hát egy csoda pillanatok, hiszen ne feledjük, hogy ez egy fantasztikus szabadtéri misézőhely. Bocsánat, hadd említsem. Igen? Még meg a polgárőrséget, akik ott sátrakat fognak felállítani, irányítják az érkezőket, biztosítják a parkolást. Igen, hát ez egy egész napos történet, és ugye azt kezdtem el mondani, hogy ez a szabadtéri misézőhely kis ilyen 900 fő befogadására alkalmas. Nincs kétségem velőle, hogy teltház lesz, sőt, sokkal többen lesznek. Én azt hiszem, hogy ez nagyszerű. Hát én erre azért még nem számítok, de hogyha egy fél ház lesz, annak már nagyon fogok örülni.
Nem, tehát én köszönöm szépen, és még egyszer akkor ismételjük el, tehát, hogy egy húron címmel, kedves nézőink, és jelszóval, hagyományteremtő szándékkal felekezet és műfajfüggetlen keresztény zenei találkozót rendeznek Alsó-Szent Ivánon augusztus 10-én szombaton, és ez tulajdonképpen az Ökumenikus Egyház egymás felé fordulás jegyében rendezett esemény, és rengeteg fantasztikus program várja önöket. Én azt hiszem, hogy érdemes ellátogatni Fehérvár megye déli csücskébe. Annyit hadd kérjek még, akinek szándéka van jönni, az a Facebookon megtalálható plakát QR kódjával, vagy pedig van egy Facebook esemény is föltéve, azon van egy link, ez alapján regisztráljon, legyen szíves. Nyilván anélkül is oda lehet jönni, de szeretnénk tudni, hogy körülbelül mennyien fognak érkezni, hogy tervezzük a vendéglátást, illetve ha sikerül, nem mindenkinek nyomtatnánk egy ilyen ruhára ragasztható kis név táblát névvel, meg hogy honnan jött, hogy tudjuk megszólítani is egymást. Jó. Mi ott leszünk. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, tehát még egyszer ismétlem, augusztus 10-én szombaton Alsó-Szent Iván várja önöket egy fantasztikus rendezvényre, egy keresztény zenei találkozóra. Találkozzunk ott. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.